A pirosmezes PMFC a fehérmezben játszó Szent Lőrincese együttesét fogadta a Merkantil Bankliga MB2-es labdarúgó bajnokság 7. fordulójában. A baranyai rangadót is telt ház, azaz 3500 néző előtt vívták a csapatok. Az első gólszerzési lehetőség a PMFC előtt adódott. A 11. percben ugyanis Grabant Bence szögletét követően Króner Martin fejelt volna, de egy hajszállal lecsúszott a labdáról. A 15. percben pedig Kónya Dávid adott be középre jobbról, a jól érkező Grabant azonban már nem találta meg a lövőrést. 2 perc múlva Vajda Roland szögletét Preklet Csaba fejelte ki a pécsi kapu elől. A 18. percben Molnár Róbert indult meg és lőtt 23 méterről, de Helesfai Donát szögletre tolta a labdát. 2 perc múlva pedig Hleba Tamás távolról elvégzett szabadrúgása jócskán a pécsi kapu fölé szállt. A 23. percben Frölich Roland ugratta ki Szili Lukát, ám Helesfai remekül érkezve kirúgta a mezőnybe a labdát. A 26. percben Grabant Bence szögletét követően Króner Martin ugrott fel a legmagasabbra fejelni, csúsztatása a keresztléc felett szállt el. A 27. percben 2 pécsi védő mellett is elszállt Vajda Roland beadása, majd Frölich lőtt az ötös környékéről, Helesfai Donát azonban bravúrral védett. A 30. percben Futó Zsombor játszotta be a Szent Lőrinc 16-osára a labdát, ahol Tihanyi Olivért meg is találta, azonban a támadó lövését blokkolta Havas. A 39. percben kezezés miatt 11-eshez jutott a PMFC. A 41. percben Grabant Bence nyugodtan értékesítette a büntetőt, és ezzel 1-0-ás állásnál mentek pihenőre a csapatok. Az 50. percben Grabant lágyan betett szabadrúgását Rácz László fejelte a kapu fölé. Az 59. percben Tihanyi szerzett labdát a Szent Lőrinc 16-osánál, de szerelését szabálytalannak ítélte a játékvezető. A 61. percben Grabant kapott sárgalapot, majd 1 perc múlva buktatás miatt megkapta második sárgalapját, így a PMFC csapata emberhátrányban folytatta a mérkőzést. A 64. percben a szabadrúgást követően Harsányi István elé került a labda, akinek távoli lövését Helesfai öklözte ki. A 75. percben nagy szögletét követően Szili fejjel csúsztatott mellé. A 78. percben Adamcsek Máté jó helyről végzett szabadrúgását Slakta öklözte ki. A 84. percben Futó nagy bedobását követően került veszélybe a Szent Lőrinc kapuja, de a kapufa tetején kötött ki a labda, és Slakta is rajta volt a fejesen. A 85. percben egy veszélyes pécsi támadás végén keresztes lőhetett kicsit balra kisodródva, de Slakta védett. A 88. percben Futó bedobása után Rácot lökték el 2 kézzel a kapu előtt, de a játékvezető nem látott semmi szokatlant. A 88. percben kisebb kakaskodásért a Szent Lőrinciek egyik cserejátékosát, Lehocki Rolandot állította ki a játékvezető. A 90. percben Adamcsek Máté 20 méterről értékesítette a szabadrúgást, és ezzel beállította a 2-0-ás végeredményt. A hosszabbítás során Molnár Róbertet is kiállította a játékvezető egy durva megmozdulásért. A találkozó tehát 2-0-ás pécsi győzelemmel ért véget.